Műsorunk támogatója a Hargita népe. Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök a Csíkszeredában készülő Hargita magazint látják. Tartsanak velünk, jó tévézést kívánok! Szeptember végén kiadták a munkakezdési parancsot a Bélbor és Szucsáva megye határa közötti útszakasz felújítására. Az eseményen részt vettek a Hargita megye tanácsa képviselői, helyi polgármesterek, illetve Szucsáva megye küldöttsége is. Bende Sándor képviselő szerint az út megépítése jelentős gazdasági és turisztikai vonzattal járhat a térség lakói számára. A Szucsáva megyéből Bukarest fele utazók számára csaknem 100 kilométeres rövidítés jelenthet, valamint Marosvásárhely fele is lerövidíti az utazást. Mindezek mellett azonban jelentősen bővülhet a turisták száma is, ugyanis sokan látogatják jelenleg is Borszéket és a Sípáját a szomszéd megyéből. A képviselő ugyanakkor azt is elmondta, hogy amennyiben ez az útszakasz megépül, úgy a Gyergyóhollótól Bélboron át egészen a Szucsáva megyei Dornavátráig tartó szakaszt átveheti az Országos Útügyi Hivatal. Ez az út Hargita megyei önkormányzatot, ha jól tudom, ide tovább közel 10 éve foglalkoztatja, és egyes szakemberek szerint a Szucsáva megyei lakosságának egy részének legalábbis közel 100 kilométert rövidít ez az útszakasz Bukarest irányába. És úgy, ahogy elmondta az imént az ortodox pap is, a bilbordi ortodox pap, Vásárhely fele is elég sokan járnak, ugye kórház, meg stb. A turizmusunkon tudna segíteni. Ugyanis a Borszéki Sípáján észrevehető, hogy rengeteg Szucsáva megyei látogató van télen, hogyha ez az útszakasz életbe tudna lépni, akkor nagyon sokat rövidítene, hiszen Vátradorna Borszéktól olyan 170 kilométernyire van, 160-170 kilométernyire van, ezen az útszakaszon 60 kilométer, tehát 100 kilométert lehetne rövidíteni. Szucsáva megyei részén is építik az utat. A Szucsáva megyei főépítész beszámolója szerint ugyanis hétfőn indulnak a munkálatok Pánács és Glódu települések közötti szakaszon, Glódu és Hargita megye határa között pedig a területek jogviszonyának tisztázását követően kezdhetik el a felújítást. Borbó Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, hogy az út jelentősen hozzájárul majd ahhoz, hogy összekösse Székelyföldet Bukovinával. Talán az ország egyik legszebb Kárpátokat átívelő útja lesz ez, hisz majdnem 1500 kilométer magasra megyünk fel, majd ereszkedünk le, és ezáltal is lerövidítjük az útat Bukovina, Szucsáva és Kolozsvár, vagy Vásárhely, vagy Bukarest irányában, és bízom benne, ez egy olyan lehetőség, ami számunkra, nem csak Hargita megye számára, hanem egész Székelyföld számára egy komoly lehetőség, és egy komoly hasznot fog hozni a vendéglátás, a gazdasági kapcsolatok tekintetében, és ezért is nagyon fontos, hogy utolsó szinte 1-2 méteren sikerült beírni az Európai Uniós finanszírozásokat, hisz ezt az utat úgy kezdtük el építeni, hogy nem volt rá egy lejünk se, és ma ott vagyunk, hogy ha minden jól megy, akkor Európai Uniós finanszírozást tudunk megkapni. Úgyhogy ilyen szempontból ez is biztosított, és azért hívtuk el a Szucsáva megyeieket, mert várjuk, hogy ők is üljenek szembe. Úgy értettem, hogy 2/3-ával az ő aszfaltozatlan útszakaszuknak ők is neki fognak. Borbó Csaba hozzátette, hogy az útfejlesztését úgy kezdték el, nem volt forrás rá, jelenleg pedig úgy néz ki, sikerül EU-s forrást megpályázni a felújítás költségeire. A közel 6,5 kilométeres szakasz felújításának folyamatát a beruházások.hargitamegye.ro oldalon követhetik. Kaposvári diákok és tanáraik látogattak a csíkszeredai Kályonnyi János szakközépiskolába. És ha már itt voltak és szakácsnak tanulnak, hát főztek is.
magyarországi diákok főznek a csíkszeredai Kályoni János szakközépiskola konyhájában. Hagyományos, helyi alapanyagok felhasználásával fő, rendhagyó, bármely vendéglőben helyét megálló ebéd. A vendégszakácsok szintén diákok és oktatóik, tanáraik. A Határtalanul program keretében érkeztek Kaposvárról. Iskolánkban vendéglátó és kereskedő tanuló képzése folyik. Van nálunk a 3 éves képzés és a 4 éves képzés, szakközépiskola és szakgimnázium az új elnevezés, és nálunk most a duális képzés az, amit bevezettek, és ennek, tehát ez szerint próbáljuk a gyerekeket tanítani. Én úgy gondolom, hogy ami működik, az egyik alapja az, hogy nagyon felkészült szakemberek vannak, mesterszakácsok, mestercukrászok. Elmondhatom, hogy ezen a téren Magyarországon mi nagyon híresek vagyunk. Nagyon sok versenyt megnyertünk cukrász kategóriában, szakács pincér kategóriában. A tavalyi évben is az országos vetélkedőn a tanulónk 5. helyezést ért el. Tehát a tanulóknál egyik alap az, hogy benne az iskolában elsajátítják az alapokat. A 3 éves képzésnél hetente 1 napot vannak a tanműhelyben, ahol sütnek, főznek, majd 10-től, tehát 2-től kikerülnek a munkahelyre. Természetesen itt is válogatja, mert munkahelye válogatja azt, hogy mit fog megtanulni. Egy 3 csillagos, egy 4 csillagos szállodában nagyon sokat meg tud tanulni a tanuló, elsajátítja a szakma csinyát, bínyát, rendezvényeik vannak, hidegtálakat készítenek, tortákat készítenek, viszont azt el kell mondani, hogy egy kisebb étteremben azért ott csak az alapokat sajátítják el a tanulók. Magyarországon egyre népszerűbbek a szakmai képzés nyújtó intézmények, iskolák, tudtuk meg a kaposvári iskola vezetőjétől. Ennek egyik oka a duális képzés, melynek keretében a diákok szakmájuknak megfelelő cégnél tanulhatják meg a szakma gyakorlati részét iskolai elméleti órák mellett. Másik titka a sikeres rendszernek az iskolák felszereltsége, ellátottsága. Magyarországon átalakították a szakképzést, és én úgy gondolom, hogy anyagilag támogatnak minket. Nagyon jó felszerelt tanműhelyeink vannak, van 2 szakács tanműhelyünk, cukrász tanműhelyünk, ahol a legmodernebb gépekkel rendelkezünk, és ebben az évben is most évvégén újabb forrást fogunk kapni, és tudjuk bővíteni az eszközparkunkat. Alapanyag is van, így van, tehát van egy keretösszeg, amivel gazdálkodhatunk. Én úgy gondolom, hogy itt sem panaszkodhatunk, mert az elmúlt évekhez képest, tehát most már a tanulók, ha kell, akkor bélszint fognak sütni, ha kell, akkor megveszük a tengeri halakat, megveszük a drága alapanyagokat, tehát találkoznak minőségi alapanyagokkal is. Tehát nálunk úgy gondolom, hogy ezzel nincsen probléma. Igen, és aki ebbe az iskolába jön, egy bizonyos idő után el tudja már dönteni, hogy ebbe a szakmába szeretne dolgozni, és mi azon vagyunk, hogy igenis rávezessük azokra az alapdolgokra, alaptechnikákra, alapmozdulatokra, ami ehhez a szakmához kell. Persze nem lehet 3-4 év alatt megtanítani, de amikor kikerül az iskolából, akkor az életbe, a szakmába, a jó szakemberek mellett igenis, aki akarja, meg tudja tanulni, már egy bizonyos alapot kell csak az iskolának adni, és az, hogy majd a gazdaságban eredményesen tudjon megélni, meg a családját felnevelni, ahhoz jó szakembernek is kell lenni, hogy megélhessen. Gyakorlat nekünk úgy zajlik, hogy minden héten van 4 óra az iskolai kabinetben, valamint kötelező nyári gyakorlataink vannak, ez most idén 10-ben 140 óra volt. A szakács és a pincér szakma a fiatalok körében is népszerű. A szakmai oklevelet nyújtó képzést követően elhelyezkedhetnek szakmájukban, de folytathatják is tanulmányaikat technikumi vagy főiskolai, egyetemi képzések keretében. Én vendéglátós képzésem voltam, most technikumon vagyok éppen 5. éven. Ez sokkal magasabb végzettséget ad. Üzletvezető és vendéglátás szervezőnek tanulok, ez a technikum. Én a pincérséget nagyon szeretem, jobban, mint a szakácsot. Hát megtanuljuk a különböző felszolgálási módokat, különböző országoknak a gasztronómiai tudásukat, meg a különböző terítési módokat, szabályokat, úgyhogy nem könnyű, de nagyon tetszik, érdekel nagyon. Jelenleg úgy van Magyarországon, hogy 11. végén kell megtenni a szakmunkás vizsgát, és akkor már megkapjuk a pincér szakmát. És azzal szinte bárhol el lehet helyezkedni a vendéglátóiparban. Hát én úgy gondolom, akármilyen szakmáról van szó, aki tiszteli azt az anyagot, amivel dolgozik,
abból biztos, hogy jó szakember lesz, és nem csak cukrászra értem, ez bármilyen szakmára. Aki becsüli azt az anyagot, azt az eszközt, amivel dolgozik, akkor abból biztos, hogy nem csak jó cukrász lesz, hanem bármilyen jó szakember. A magyarországi szakoktatás másik nagy pozitívuma, hogy a diákok saját választásuk alapján kerülnek a szakosztályokba. Aki a vendéglátóipari szakközépiskolát választotta, az minden bizonnyal pincérként vagy szakácsként képzeli el a jövőjét. A képzés során iskolai elméleti és gyakorlati óráknak, valamint a szakmai gyakorlatoknak köszönhetően eltanulják a szakma alapját, amivel később minden bizonnyal el tudnak helyezkedni. Én jelenleg vendéglátás szervező vendéglő szakon vagyok, és emelt óraszámban tanulok pincérismeretet. És azért választottam ezt a szakot, mivel a vendéglátóiparból jól meg lehet élni, akár belföldön, akár külföldön, és én mindenképp ebben az iparban szeretnék elhelyezkedni. Nekem ez egy nagy álmom volt, hogy akár pincérként, akár szakácsként dolgozhassak, hiszen a nővérem 3 szezont dolgozott Ausztriában, és ő is nagyon szerette, nagyon imádta, és igazából tőle jött ez az ihlet, hogy én most itt elkezdem ezt. Én azért választottam, mert nagyon szerettek az emberekkel beszélgetni, alapból közvetlen természetű vagyok, szerettek társalogni, ismerkedni az emberekkel, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos az életben, meg ezt tényleg el kell sajátítani, hogy kedvesnek kell lenni a mai világban, ugye, mert amilyen világot élünk, muszáj annak lenni, és tényleg nagyon szeretek emberek között lenni, érdeklődni, hogy mit szeretnek, mire kíváncsiak, és szeretem nagyon. Nagyon felkapott most manapság a vendéglátó szakmák, kereskedők talán kevésbé, és a tanulóink azok könnyen el tudnak helyezkedni. A 11. illetve 12. év végén már jönnek hozzánk a vállalkozók, és keresik a szakembereket, mert munkát tudnak adni. Somogy megyéhez tartozik a Balatonnak a déli partja, tehát ott el tudnak helyezkedni, illetve hát azt látjuk a Facebookon, hogy tanulóink nagy része külföldön dolgozik, külföldön sajátítják el a különböző praktikákat, és vannak olyan sikeres tanulóink is, akiknek például Ausztriában egy szállodája van, és ezt mi kihasználva az Erasmus Plus program keretében tanulóinkat küldjük gyakorlatra ausztriai hotelekben. Ugyanígy a nyári szezonban pedig nagyon jó kapcsolatunk van Horvátországgal, Somogy megye Horvátországgal határos, ebben az évben is 45 tanuló teljesített szakmai gyakorlatot a horvát tengerparton, ahol 5 csillagos szállodákba, éttermekbe 3 hetet dolgoztak, és természetesen jó pihentek és élvezték az Adriát. Aki jól csinálja, az maximálisan megélés, ráadásul a szakács szakmára, jó szakácsra Magyarországon nagy igény van, már azért nagyon sok jó szakács nincsen. Van szakács, de olyan a kiemelkedő magas, az kevés van, és az igenis nagyon jó fizetésért tud dolgozni. A főzést követően a kaposvári diákok terítettek és szolgálták fel az elkészített ételt, mintegy gyakorlatban is bemutatva szakmai ismereteiket. A két szakiskola kapcsolata azonban nem csak a munkát jelenti. A Csíkszeredai Kájoni János szakközépiskola és a kaposvári Széchenyi István vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola diákjai közös kirándulásokon, túrázásokon is részt vettek a magyarországi vendégek látogatása során. Közgyűlést tartott Hargita megye tanácsa, Vidékfejlesztési Egyesülete. A tanácskozáson eldöntötték, hogy jövőre mire fektetnek nagyobb hangsúlyt. A megye elnök beszámolt az elmúlt 10 év közös eredményeiről. 2008 óta 85 tejbegyűjtőközpont létesült megyeszerte egyesületi tulajdonban, amelyeket Hargita megye tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének támogatásával szereltek fel. Támogatták a tejszövetkezetek megalakulását, a Csengő Szövetkezetet szép vízen eszközvásárlással, a Székely-Keresztúri Nagy Kükülő Szövetkezetet 222 részvénycsomag megvásárlásával, illetve a Gyimes-Középluki Tatros Szövetkezetet 3 hűtőtank vásárlásával és egy Ecomilk tejellenőrző műszer beszerzésével. Továbbá 10 gazdaszony egyesület konyháját szerelték fel. 2 tejbegyűjtő autó vásárlását támogatták Homorú-Szentmártonban és Gyergyóremetén. A Kiskertész programon keresztül imár 6 éve ösztönzik a gyermekeket a gazdálkodásra, a Mintagazda programmal pedig a szülőföldön gazdálkodás jó példáit népszerűsítik. Folytatják a vadkárok megelőzésének támogatását is. Ezzel kapcsolatban Borbély Csaba kiemelte,
hogy fontos a gondot okozó medvékről pontos dosszié készítése, amelyben minden okozott kárt részletesen dokumentálnak, és a kártevő medvék minél könnyebb azonosításáért minden információt tüntessenek fel benne. A megyei tanács vezetője hozzátette, hogy a székelytermék védjegy a jövőben a magasabb minőségi kritériumoknak kell, hogy megfeleljen, mert a nagygyárakkal szemben csak így vehetik fel a versenyt a kis termelők. A kis vágóhidak, vágópontok létrejöttét is tovább kell támogatni. Ennek kapcsán jó kezdeményezésként említette az idén nyáron megnyitott csíkcsomortáni vágóhíd példáját. A szakoktatás tekintetében pedig szerinte változtatni kell a mezőgazdasági szakok megítélésén, és a jó példákon keresztül tudatosítani kell a pályaválasztókban a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket. Márton István, a Vidékfejlesztési Egyesület vezetője beszámolt az egyesület tevékenységéről. Mint mondta, visszatekintve az elmúlt évekre, jó érzéssel tölti el, hogy sikerült felszerelni és létrehozni a tejbegyűjtő központokat, hiszen ezen keresztül a gazdáknak is jövedelmezőbb tevékenységük van. Amit említettünk, a 86 tejbegyűjtőnek a felszerelése, mert ennélkül a gazdatársadalom Hargita megyében nem úgy néznek ki, mint ahogy néz ki. Mert ezek hozzájárultak, csak sokan nem mérik fel, vagy nem mérjük fel, hogy mennyi évén keresztül több pénzt kaptak a Hargita megyei gazdák a tejükért, amiatt, hogy egy tömbbe nagyobb mennyiségű tejet adtak el az egyesületeken keresztül, ehhez kellett az egyesületi tejbegyűjtő, és kellett az annak a felszerelésre, hogy a minőséget lehessen biztosítani egyszer a tejfeldolgozók fele, másik felől a gazdákat pedig próbáljuk, rosszul azt mondom, rákényszeríteni, de rászoktatni arra, hogy az Isten adta a tejet, vigyék a tejbegyűjtőbe. Ez az egyik, azon kívül ugye a kiskertészprogram, az megint a szívem csücskén van, mert évről évre nőtt a gyerekek száma, most már közel vagyunk az ezerhez, ebben az évben 940 gyerek kérte egyénileg, vagy vett részt a kiskertészprogramban, meg az osztályok száma valamikor 1-2 volt, és ebben az évben 34 osztály nevezett be a kiskertészprogramra. Sorolhatnám a gazdaszon egyesületeket, a sajtos egyesületeknek a működése és azoknak a megsegítése, mert ezeket mind támogattuk. Bece István megyei tanácsos és a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének vezetője a magyarországi falugazdász hálózat mintájára létrehozandó kezdeményezésről beszélt. Jelenleg 24 falugazdász foglalkoztatására kaptak támogatást a Magyar Agrárminisztériumtól a Háromszékelyföldi megyébe. Mint arról beszámolt, eddig több mint 80 önéletrajz érkezett be, ebből pedig több mint 60 felsőfokú végzettségű szakemberi. A jövőben szeretnék bővíteni a szakemberhálózatot, a hosszú távú cél pedig a Székelyföld agrárstratégiájának megalkotása. Elkezdődött Hargita megye tanácsa kulturális és természeti értékeinek a digitalizálása. Erről tartottak megbeszélést Hargita megye tanácsa a Márvány termében. Hargita megye tanácsa partnerként vesz részt az Interreg Europe program által finanszírozott CD-et a projektben, amelynek fő célkitűzése a kulturális és természeti örökség digitalizálására vonatkozó politikák elfogadása és gyakorlatba ültetése, valamint a projektben résztvevő intézmények jó gyakorlatainak átvétele. A tanácskozást, melyen részt vett Borbolj Csaba Hargita megye tanácsának elnöke is, valamint a megyei tanács kulturális alintézményeinek vezetői, a Csíkszeredai megyeháza márványtermében Zonda Erika, a CD-ETA projekt menedzsere nyitotta meg, ismertetve az elmúlt időszakban történt tevékenységeket. Borbolj Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a projekttel kapcsolatosan örvendetesnek tartja, hogy általa a Székelyföldi Értéktár Hargita megyei részének szakszerű kidolgozása zajlik Európai Uniós forrásból, amely a Kárpát-medencei Értéktár mozgalom egyik komoly pillére kíván lenni. A kulturális értékeinknek a megörökítése és az újabb generációknak az átadása, azt gondolom, hogy mindig is az egyik legfontosabb teendő kell legyen, hisz aszfaltozhatunk, betonozhatunk, áshatunk sáncot, csöveket vezethetünk, de igazából az életnek a kiteljesüléséhez és
a szülőföldhöz való ragaszkodáshoz, az ide a vendégek ide vonzásához igenis szükség van az értékeinknek a bemutatására. Azért jó ez a projekt, mert az Európai Unió pénzén tudjuk mindezt megtenni, és úgy tudjuk megtenni, hogy ez tud csatlakozni az egységes értéktárrendszerhez, ami most már a Kárpát-medencében elindult, és ilyen szempontból Hargita megye mindenféleképpen gőzerővel fog haladni a digitalizálás útján, és hát egyértelmű, hogy az, ami digitalizálásra kerül, szakavatottan kerül kezelésre, kiválasztásra, helyi szinten, térségi szinten, megyei szinten, illetve székelyföldi szinten, azt már tőlünk elvenni, elvitatni nem lehet, és az újabb generációk számára egy jó kapaszkodó pont lesz mindegyik érték, hogy miért is éri meg itthon maradni, mire érdemes büszkének lenni, mit kell továbbadni, és mit kell hagyományos módon továbbra is tenni. Úgyhogy ilyen szempontból ez a projekt nagyon fontos, és beleértve a természeti kincseinket, beleértve a különböző tájainknak a szépségeit, egy sor-sor értéket egymás mellé téve a megyénk gazdasága is tud fejlődni, hisz egyre inkább látjuk, hogy már csak a szálláshelyeknek az eladása, az étkezési lehetőségeknek az értékesítése az egy dolog, de kellenek a programok, kellenek a látványok, modern szóval kellenek a desztinációk, és ezek mindegyike szinte egy-egy értékes desztináció lesz. A találkozón Kelemen Gábor, a Develo Group Consulting cég képviselője, vetített képes előadásában ismertette a helyi akcióterv első változatát Hargita megye természeti és kulturális örökségének digitalizálására vonatkozóan. Az akcióterv megfogalmazza azon tevékenységeket, amelyek által javítani és fejleszteni tudják a megye értékeinek digitalizálását. Szükséges a jelenlegi digitalizálási kezdeményezéseket összefogni és összehangolni egységes szabályok, módszertanok mentén, akár egy megyei digitalizációs központ keretén belül. A projekt elősegítheti a későbbiekben az épített örökség 3D-s megjelenítését, a temetők digitalizálását, turisztikai attrakciók applikációjának elkészültét, további turistaösvények és természeti értékek digitalizációját, a Szárhegyi Művészeti Gyűjtemény digitalizálását, valamint a Megyeháza Galériájának digitalizálását is. Ugyanakkor egy kulturális eseményeket összegző alkalmazás kiküszöbölheti az egymásra szervezést, ami jelenleg komoly fejtörő a rendezvény szervezőknek. Az akciótervben van egy rész, ahova megpróbáltuk felleltározni az összes olyan érintettet, aki ebben a természeti és kulturális örökségeknek a digitalizációjában egyáltalán mint szereplő bekapcsolható lehet. Tehát ők lennének valójában azok, akik ezt meg kell majd valósítsák, de itt is ugye elhangzott a megbeszélésnek a legfontosabb tanulsága az tulajdonképpen az, hogy anélkül, hogyha nincsen egy együttműködési szándék, és nincsen egy koordináló szervezet, aki ezt összefogja ezeket az intézményeket, akkor valójában ez az akcióterv légüres térben marad. Tehát ezt azért lenne fontos, hogy mindenki véleményezze, hozzájáruljon, mert akkor mindenki magáénak is fogja érezni ezt a tervet, és akkor reményeink szerint a megvalósításban is bekapcsolódik, részt vesz. Tehát tulajdonképpen ez lenne az alap, amire épül, ugye amellett, hogy ez a nemzetközi projektnek a kívánalma az, hogy külföldi tapasztalatokat, jó gyakorlatokat adaptáljunk, vegyünk át helyi akciókba, helyi projektekbe. Tehát ez a másik alap, és ugye a harmadik is elhangzott az, hogy tulajdonképpen minden területen már fel tudunk eredményeket mutatni, ilyen-olyan eredményeket, széttöredezetteket, amiknek tulajdonképpen kellene egy logika, kellene egy koordináció, és akkor lehet, hogy hamar ez a mozaik összeállna egy egységes képé, amit itt a kulturális és természeti értékek digitalizációja jelent. Kérdőív is segíti az akcióterv elkészülését. A 20 kérdésből álló kérdőív kitöltésével intézmények és szervezetek segíthetik a megye értékeinek digitalizálási akciótervét kidolgozni, amely alapjául szolgál pénzügyi források e célra való felhasználásának. A válaszok összesítve anonim módon lesznek feldolgozva a tanulmányban. Ez volt már a Hargita magazin. Köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét találkozunk, viszontlátásra!